Hír3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Take your marks. Igazából egy családias hangulat az látszik is itt a versenyen. Megpróbáljuk összefogni, hogy a 40 felettiek is újra bekapcsolódjanak a vérkeringésbe. Másodszorban meg a fiatalokat is tudjuk segíteni. A rutinnal, a tapasztalattal. Ugye én is 25 évvel ezelőtt aktívan öttusáztam a 80-es évek közepéig, úgyhogy a tapasztalatunk az megvan. Fontos szerep van az ilyen időskori sportnak, és hát egyre több ország kapcsolódik be. Tehát pár évvel ezelőtt még 5-6 ország csinálta, most már látszik, már Amerikából is jöttek. Csak vívásban ott egy ilyen versenyen ott már közel 1000 induló szokott lenni, vagy a kajakkenunak is nagyon aktív, úgyhogy az öttusában van még mit fejlődni, de hirdetjük az igét, hogy szeretnénk még ázsiaiakat is bevonni, mert ott is egyre nagyobb kultusza van, egyre jobban érvényesül az öttusen. Az a különbség az élsportoló és a magánember között, hogy a magánember lezárta azt a fejezetet az életében, amikor valóban ez volt a fő profilja, és valóban ennek élt, és ezért kelt föl, és ezért feküdt le, hogy az eredménye olyan legyen. Nekem ez most sajnos egyéb okok miatt nyilván azért, mert már családom van, gyerekeim vannak, meg nem utolsó sorban munkám, ezért ez nem úgy áll össze, hogy kellene. Úgy félig ilyen rakodó munkás és mindenféle szervező biztos voltam. Nyilván vannak olyan számok, amik azért az embernek így rutinból jobban mennek, ezek nyilván elsősorban a technikai számok, hát a fizikai számok azok nagyon tudnak ilyenkor fájni, mert azért az évek nem múlnak el nyomtalanul.